A Lux Funk Rádió mutatkozik be itt a televízióban a következő néhány percben. Vendégünk Fodor Luca sajtóreferens és Tóth István DJ hangja. Üdvözlöm Önöket! Köszönjük a meghívást! Köszönjük! Hú, jó nagy falat bemutatni egy rádiót, amelyik ugye már működik, és már számos hallgatója, követője van különböző platformokon. Kezdjük talán onnan, hogy kereskedelmi rádió és zenei rádió az rengeteg van. Mitől tud többet vagy mást a Lux Funk Rádió? Hát, ha kezdhetem én a választ. Ez egy nagyon összetett, komplex kérdés, pont annyira, mint a rádió és a rádió szerepe. Én úgy gondolom, és nem csak én, hanem a csapatunk azt tartja a Lux Funk Rádióról, hogy a legfontosabb szerepe a közösségépítés, amellett, hogy a zenei vonalunk a fekete zenei vonal, tehát funkit, soul-t, R&B-t, hip-hop zenéket játszik, amellett nagyon fontosnak tartja, hogy a saját közönségét nem csak ilyen típusú dalokkal szórakoztassa, hanem aktívvá tegye, tehát különböző partik szervezésével megmozdítsa ezt a közösséget, és elhozza különböző szórakozó helyekre, ahol fellépőink is fellépnek, illetve DJ-ink játsszák ezeket a fekete zenei mixeket. Tehát a Lux Funk Rádiónak a különlegessége a mai rádiók között az, hogy ezt a közösséget életben tudja tartani és meg tudja mozgatni. Egy online rádióról van szó, ugye ezt még nem mondtuk ki eddig, amelyik lőrinci gyökerű, tehát ugye itt alapították és innen működik. A DJ számára mi új kihívást jelent egy online rádión keresztül dolgozni, vagy ez egy a sokféle feladat közül és hasonló a többihez? Nekem volt szerencsém dolgozni hagyományos rádióban, FM rádióban. Én azt gondolom, hogy DJ szempontból, tehát a mi feladatunk az az, hogy elkészítsük a mixeket és a rádióhoz tartozó parti sorozatot levezényeljük. És éppen egy mixgyártásból jövök, tehát mielőtt idejöttem a televízióba, azelőtt fejeztem be. Én személy szerint én úgy gondolom, hogy nem ró többletet munkában egy FM rádióban való DJ-zés, vagy egy internetes rádióban, inkább itt a dolog tematikájában van a lényeg. Tehát, hogy kifejezetten ebben a stílusban, ezeket a stílusokat összedolgozva, adott esetben a funkit a soul-al, R&B-vel, vagy hogy miről szóljon maga a mix. Mai zenékről, vagy kifejezetten régi 70-es, 60-as évek zenéjéről. Ugye itt már felsejlett az, hogy nem csak rádióról van szó, hanem sok minden kapcsolódik köré, de mielőtt ugye erről szót ejtenénk, milyen korosztály céloz meg a rádió? Kérdem ezt ugye azért, mert maga ugye a funk és a soul műfajok, ezek a 70-es éveknek voltak a 70-es években megszületett műfajok, amelyeknek viszont most reneszánszuk van. Kik hallgatják ezt? A Lux Funk Rádiót leginkább a 25 és 49 év közötti, tehát a bázist a 25 és 49 év közötti hallgatóink képezik, akik általában AB társadalmi státuszúak, illetve hát minden olyan emberhez szól a rádió, aki kicsit is érzi magában ezt a fekete zenei lüktetést, ezt a zenei világot, amit ezek a vagy a régi előadók, vagy az ezredforduló környéki előadók képviselnek, mert mind a kettőről szól a Lux Funk igazából. Hogy találja meg, aki mondjuk most hallul először, hogy találja meg a rádiót? Hát a Lux Funk Rádiót, ebben az esetben a Lux Funk Rádiót tudom javasolni a honlapunkon, a luxfunkradio.com-on, illetve különböző rendezvényeinket hirdetjük a Facebook oldalunkon, a Lux Funk Rádión. És hát, amint említettem, ezeken a rendezvényeken lehet velünk találkozni. Beszéljünk egy kicsit a rendezvényekről, parti sorozatról volt szó. Luca említette, hogy 25 és 49 közötti korosztály hallgatja a rádiót. Ők vannak ott a partikon is? Igen. Ők de 25-től 49-ig mindenki? Igen. Vagy? Már mondjuk, ha 20 évesek nem annyira szignifikáns, tehát nem annyira jelentős, inkább ez a 30-tól fölfele, de az 50 éves korosztály sem ritka. És ugye ott még a hagyományos táncot lehet látni, amikor kéz a kézben, kéz a derékon, illetve a vállon, úgyhogy jó hangulata van ennek természetesen. Azt már mondtuk, hogy korosztály szerint kiknek szól a rádió, területileg hogyan terjedt el, tehát a hallgatóság az internetben, ugye nagy lehetőségek vannak.
Igazság szerint az online rádiózásban ez a legnagyobb lehetőség. Tehát maga a tény, hogy világszerte elérhető. Ez bizonyítja az is, hogy gyakran kapunk leveleket külföldről is, a környező országoktól leginkább, de előfordul, hogy múltkor például konkrétan előfordult, hogy Oroszországból kaptunk egy köszönő levelet, hogy működhet a rádió. Következő rendezvény mi lesz, amire érdemes felhívni a figyelmet? Ez március 28-án lesz egy rendezvényünk, és hát ugyanabban a jegyben telik, mint minden Laxfunk Party. Az igényes 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek, ami ez alá tartozik, R&B, hip-hop, funky, soul, ezeket a zenéket fogjuk játszani. Szerintem itt akkor mondjuk el azt is, hogy mikor, tehát 28-án hol lesz ez a rendezvény? Ez a Fatmos klubban lesz, március 28-án 10 órai kezdettel. Az Ultravaló együttessel ezt fontosnak tartjuk meg említeni, mert ez is tükrözi a hozzáállásunkat a mai zenészekhez, akik funkit játszanak, ugyanis missziónk az, hogy ezeket a zenészeket, együtteseket, live act formációkat a hallgatókkal együtt egy közösségbe rendezzük, egy olyan élő, megmozdítható közösségbe, akikkel tudjuk tartani a kapcsolatot. Pont ugyanilyen a hozzáállásunk különböző szórakozó helyekkel is, akik szeretnének beleszállni ebbe a küldetésbe, amit mi próbálunk továbbvinni a fekete zenével kapcsolatban. Sok sikert kívánok a küldetéshez is, a 28-ai rendezvényhez is. Köszönjük. És minél több hallgatót önöknek. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönjük.